A hét folyamán Magyar Ganizsa község mind a 13 településének első osztályos tanulóihoz ellátogatnak a helyi közlekedés biztonsági bizottság tagjai, valamint egy közlekedési rendőr is. Összesen 176 elsős tanulóval szervezik meg a hagyományos közlekedés biztonsági akciót. Ennek célja, hogy a gyerekek biztonságosan vegyenek részt a forgalomban. Ennek apropóján az állami közlekedés biztonsági ügynökség egy-egy könyvvel ajándékozza meg az elsősöket. Magyar Kanizsa község jóvoltából pedig mindannyian kerékpáros sisakot kapnak. A Magyar Kanizsa község területén elkövetett közlekedési kihágásokból befolyó összeg, ugye, ami az államkasszát illeti, abból az állam 30%-ot vissza, visszautal a mi bizottságunknak a költségvetésébe, és ebből még tudunk vásárolni a gyerekeknek ajándékot. Tavaly kaptak bögréjét tollal, amire rá volt írva, hogy közlekedjenek szabályosan. Az idén viszont kerékpáros biztonsági sisakokat fognak kapni.